Hosszantartó betegséget követően szerdán elhunyt Balázsovics Lajos, Balázs Béla díjas színész, Nagykanizsa a díszpolgára. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett művész 76 éves volt. Balázsovics Lajos 1946. december 4-én született Nagykanizsán. Színészi pályáját a Lantler Jönő Gimnázium színjátszó körében kezdte. 1965 és 1969 között végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát. Már főiskolásként szerepelt a Madát Színház előadásain, a társulatnak 1974-ig, majd 1982-től 1994-ig volt tagja. Pályafutása során játszott a Víg Színházban, a Ma Film Társulatában, valamint a Nemzeti Színházban is. 1992 és 2012 között a Budapesti Játékszín igazgatói tisztségét töltötte be színészként és rendezőként több tucatnyi darabban működött közre, fél évszázadnál is hosszabb pályafutása alatt. Több, mint 70 filmben, illetve sorozatban játszott karrierje során neve összefort Jancsó Miklós alkotásaival. A rendezőlegendával együtt dolgozott többek között a magánbűnök közerkölcsök, a fényesszelek, a szörnyek évadja és az Allegro Barbaró című filmekben is. Szerepelt Szobó István 1981-ben Oscar díjra jelölt Bizalom című filmjében valamint Fábri Zoltánnal is forgatott a Requiem című drámában. A kultikus István a király című rockopera 1983-as ősbemutatóján a német lovagot Vecelint alakította. Balázsovics Lajost 1982-ben Balázs Béla díjjal, 1987-ben érdemes művész címmel tüntették ki. 2020-ban nagykon a díszpolgárává választották. A Nemzet Színésze címet 2022 óta viselhette.